Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai, elhatározta, hogy Jeruzsálembe megy. Követeket küldött maga előtt. Ezek elindultak, betértek a szamaritárusok egyik falujába, hogy szállást készítsenek neki. De azok nem fogadták be Jézust, mert Jeruzsálembe tartott. Ennek láttán a tanítványok, Jakab és János felháborodtak. Uram, akarod-e, hogy lehívjuk az égből a villámot, hadd pusztítsa el őket? De ő hozzájuk fordult és megfedte őket. Nem tudjátok, hogy milyen lelkület van bennetek. Az emberfia nem azért jött, hogy az embereket elpusztítsa, hanem hogy megmentse. Ezután másik faluba mentek. Történt pedig, hogy útközben valaki így szólt hozzá, követlek, bárhová mégy. Jézus így válaszolt, a rókának van odúja, az ég madarainak fészke, de az emberfiának nincs hová lehajtania a fejét. Egy másikat Jézus szólított fel, kövess engem, az így válaszolt, Uram, engedd meg, hogy előbb elmenjek, és eltemessem apámat. Hagyd a holtakra, hadd temessék el halottaikat, mondta neki, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát. Egy harmadik ezt mondta neki, Uram, követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól. Jézus így válaszolt, aki kezét az eke szarvára tette, és mégis hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára. Ezek az evangélium igé. Krisztusban szeretett testvéreim, amikor már közel voltak Jézus szenvedésének és megdicsőülésének napjai. Ezekben a szavakban tetten érhetjük az evangéliumok keletkezését és az evangéliumok igazi értelmét, ami nélkül nem értheti senki az evangéliumot. Szenvedése és megdicsőülése. Vagyis dicsőséges testben való föltámadása, az a legmagasabb hegycsúcs, ahova fölvezet minket az Isten fia, aki emberré lett, és csak onnét visszanézve lehet megérteni Jézus szavait, tetteit, enélkül nem. Tehát aki nem jutott el erre a hitre, aki még nem ment fel arra a hegyre, ahol színében elváltozik Jézus, ahol az ember leborul és azt mondja, te vagy az élő Isten fia, aki a világra jöttél, hogy üdvözítsd a bűnösöket, akik között az első én vagyok, annak kár olvasni az evangéliumot. Katolikus egyháznak a legnagyobb kincse, hogy erről a hegyről nem enged lemenni. Nincs modellség, nincs 21. század, nincs 30. század. Ugyanaz Krisztus tegnap és ma, nem modern és nem maradi, hanem az örökkévaló Isten Mária méhében emberré lett. Ez húsvétkor derült ki, szenvedése és megdicsőülése napjaiban. Egyedül ezért írták meg ezt, amit ma felolvastunk. Csak innét lehet látni azt helyesen, hogy kicsoda Jézus, és ebből látni lehet, hogy kicsoda az Isten, és kicsoda az ember, sőt, előre is lehet látni a jövőbe. Homályosan, de biztosan. Megdicsőülése napjai. Testvérek,
az Úr Jézus föltámadása jelentette azt a pillanatot, amikor az apostolok, a tanítványok és a hívek rádöbbentek arra, amire egy zsidó ember nem döbbenhet rá, ha nem jött közbe az, ami közbe jött, hogy Jézus föltámadt, nem jött vissza erre a földre. Semmi köze ahhoz a föltámadáshoz, ami történt, azokkal, akiket ő támasztott fel. Hiszen nem kopogott, hanem látni engedte magát a zárt termű, zárt ajtójú teremben. Testvérek, ez a kereszténység, ami alatta van az össze-vissza való beszéd. Ha valaki nem borul le előtte, mint a zsidó Tamás, akiben összetört a zsidó hit, mert megszületett a Jézusba vetett hit, és nem mondja, én Uram, én Istenem, annak ez a mai evangélium semmit sem mond. Megdicsőlésének napjai. Ezért írták az evangéliumot. Egyébként Jézus eltűnt volna a történelem annyi más nagy alakja mögött, de ő a világ világossága, nem Buddha, aki megvilágosult. Milyen becsületes Buddha, de nem mondta sose, hogy én vagyok a világ világossága. Erről a hegycsúcsról visszanézve Jézus tettei szavai egészen más dimenziót nyernek. Innét visszanézve nyugodtan beszámolnak az apostolok a saját gyöngeségeikről is, mert már másképp látják. Az, hogy azt mondtuk neki, hogy villámmal vert szét őket, mert nem fogadtak be. És most értjük csak meg, hogy ki az, aki azt mondta, az emberfia nem azért jött, hogy pusztítson, hanem hogy megmentse, üdvözítse az embert. Az emberfia az pontosan az Isten fiát jelenti, mert az az ősöregtől jött Dániel látomásába. Ettől a pillanattól kezdve nem kell félni attól, hogy visszamegyünk a találkozás előtti időre, a felismerés előtti időre, és bevalljuk bűneinket. Ahogy sokszor mondtam, újra mondom, enélkül a világosság nélkül, hogy az Isten fia emberré lett és nekünk megbocsátott, életveszélyes visszamenni a múltunkba, és ott vájkálni. Nem gyógyulunk meg. A pszichoterápeuta nem oldozhat fel, nincs hatalma hozzá. Valami kis nyugtató szöveggel kihoz egyfajta depresszióból, de benne maradunk. Senkinek nem adatott meg a hatalom, csak az apostoloknak és utódainak, hogy kiosszák azoknak a bűnbocsánatot, akik bevallják. És az apostolok maguk ilyenek. Péter azért beszél arról, hogy én megtagadtam az Urat, mert megtapasztalta a szeretetét, mert felismerte, hogy kicsoda ez az Úr. Erről a magas hegycsúcsról, a felismerés tiszta fényében látjuk meg azt, hogy ki az Isten, és ki az ember. Az Úr Jézus egy hasadék az univerzumon. Egy hatalmas hasadék az emberi történelmen. Át lehet rajta látni, és Jézus Istent látjuk. Igen, hogy kicsoda az Isten. Hogy nem sors. Nem valami. Hogy lehetne valami, amikor én valaki vagyok? Hát hogy lehet Isten alattam levő? Micsoda ostobaság azt mondani, hogy mindenki hisz valamibe. Aki valamibe hisz, az ostoba. Logikátlan. Csak valakibe lehet hinni. Isten valaki. Ha valaki, ha személy, akkor pedig hogy lehet egyedül? Az lenne az isteni pokol. Tehát amit Jézus mond, úgy van, hogy én tőle jöttem ki. Én és az Atya egy vagyunk. És a Szent Lelket küldjük, vagyis három személyű egy Isten. Ez az a világosság, amely mindent megvilágít. Minden. Az emberi szerelmet, a munkanélküliséget, a halált, a bűnt, mindent. És az ő képére teremtette az embert. Íme az emberre is innét látunk vissza. Igen. Hogy az embert meghívta az ő
isteni életére, de ettől elszakadt, és az ő szent fia által megadta nekünk nem csak a bűnök bocsánatát, hanem az isteni természetet, magához ölelt. Jézus Krisztusnak a szavai így nem egy filozófus szavai, nem egy proféta szavai, nem. Hanem ha ő azt mondja, jöjj és kövess engem, mindent ott kell hagyni. Persze ezt helyesen kell érteni. Jézus profétai módon annak, aki azt mondja, hogy előbb enged, hogy eltemessem apámat, azt mondja, hagyd a holtakra, hogy temessék a halottaikat. Te kövess engem. Az, hogy elbúcsúzzam a szüleim, ne búcsúzz el, azonnal kövess. Ebben az azonnalban egy dolog van. Semmi nem lehet Krisztus elétéve. Semmi. A keresztény nem is teszi eléje, ha igazi keresztény. Mert hogy temet? Krisztusban temet. Érte misét mondat. Amikor a szemét lecsukja, imádkozik. Mert megtapasztaltunk egy egyetemes, teremtő szeretetet Krisztusban. Tehát most már, ha így temeti el a halottjait, akkor az nem olyan, hogy előbb visszamegyek, te majd utána következő Krisztus. A szerelemben, a szeretetben sem lehet senki se elége helyezett. Senki. Miért? Mert tőle van a szeretet. Tehát ő nem egy rivális, hogy ahol ketten szeretik egymást, az a másik, akit szeret, az nem előzheti meg Jézust. Ilyen nincs. Miért? Mert Jézus nem csak egy ember, hanem Isten. És azt mondja a Szent János első levelében, hogy a szeretet az Istentől van. Nem az állatvilágból. Freud téved. Darwin téved, mint filozófus. Pancser tönkreteszi az emberiséget. Biológiailag igaza van. A testünk idevaló. De az énem, amely szabad, nem. Az fogantatáson pillanatában teremti az Isten. Magának teremti. Igen, testvérek. Ezért a szeretet van az Istentől. Az igazi persze. Nem az, amely most szeret, utána belerúg. Most örökké, 2 év múlva pedig vége mindennek. A szeretet Istentől van. És csak azt szeret igazán, aki Jézussal egyesült, a szentek. De mi is megkaptuk azt, mert Isten szeretete kiáraszt szívünkben nekünk adott Szentlélek által. Tehát ez nincs előbb. Azt mondja Szent Benedek, Európa védőszentje, semmit se helyezzetek Krisztus szeretetének elébe. Ez nem rangsor, hanem azért, mert a szeretet tőle van. Igen. Az embert is csak ezen a Krisztus által vágott hasadékon látjuk. Ha megpillantjuk a Szent Háromságot, hogy Isten közösség, azért tud Isten kifelé szeretni, mert befelé is szeretett. Egy egyszemélyű Isten az a pokol lenne. Itt van az egész filozófia és az egész vallástörténet végső záróköve, amit ki nem találtunk volna, de elfogadjuk. Olyan világosság árad ránk, amit nem tudunk másokkal közölni, ha ő meg nem kapja és el nem fogadja. És az emberre is végtelen világosság árad. Amikor azt hallottuk most a Szent Leckében, hogy a szabadságot Krisztus szerezte meg nekünk. Sokszor elmondtam és még el fogom mondani, mert meg kell tanulnunk. Nem én tanítom, hanem Krisztus. Tőle tanultam. Mit jelent a szabadság? Sokan azt mondják, hogy választási képesség a jó meg a rossz között. Tehát az az ember szabadság egy kamasz, ha felnő, na most kábítószerezhetsz is, meg nem is. Szabad vagy. Belerúghatsz a másikba, de szeretheted is. Nem igaz, ez a megromlott szabadság. Mert ha Isten az ő képére teremtett minket, akkor az isteni szabadság is, az emberi szabadság az Isten szabadságának a képére van teremtve. Isten pedig, tessék megjegyezni, nem tud.
tud rosszat tenni. Nem büntet. Azt mondja Ózsaiásnál, magatokat büntetitek. A bűnbe van belepakolva a büntetés. Mert egy olyan univerzumot teremtett, amelyben ő az Isten, és ő ki akarja árasztani szeretetét. Ha ez nem kell, akkor ez a kárhozat. Egy örök élet Isten nélkül az borzasztó. Az a pokol. Nem az, hogy sütögetnek az ördögök, az sokkal kellemesebb lenne. Az, hogy van egy örök élet, nem tudsz elpusztulni, és nincs Isten. Itt meg lehet játszani még azt, hogy Isten nélkül élek, mert nagyokat ehetünk, ihatunk, stb. Megdicsérnek, jól érzem magamat, csak ellötyögök az életbe, de ott nem lehet. Isten maga az én túlvilágom, nincs túlvilág. A Szent Háromság a túlvilágom. A föltámadt Jézus a túlvilágom. Igen. És akkor az emberi szabadság? Hát Isten hogy szabad? Ő nem tud rosszat tenni. Tehát neki nincsen választási képessége a jó és a rossz között. Akkor most kapunk egy nagy világosságot. Az azt jelenti, hogy a szerető képesség alkotó eleme, ami nélkül nem tudnánk szeretni. Az állat nem szabad, azért nem tud szeretni. Az nem szeretet. A növények nem tudnak szeretni, az állat sem. A kőzetek sem, az univerzum sem. Tehát a szabadság az a szeretetnek egyik alkatrésze, ha azt kiveszem belőle, akkor nincs szeretet. Micsoda megrontás az ifjúságnak, hogy a szabadság, hogy azt csinálsz, amit akarsz, nem igaz. Arra kaptuk, hogy szeressünk, de nem akárhogyan, hanem hogy Isten szeret minket. Ezért a szabadság akkor fut be, ha a végtelen szeretettel találkozom. Az egy szabad szükségszerűségé lesz, és szükségszerű szabadság. A szabadság arra való, hogy elveszítsem totálisan, de ne akárkiért, és ne akárhogyan. A végtelen teremtő szeretetbe beleteszem. A szentek szabadok, nem a bűnözők. Ők megkötözöttek. És még mi is néha szabadok vagyunk, néha megkötözöttek. Ezért mondja Pál, hogy a test és a lélek harcol ellenünk. Tessék megtanulni, hogy a Pál szótárában, az Új Szövetség szótárában a test nem ezt a biológiai húst jelent, a kezemet, meg az arcomat, meg a lábaimat, hanem azt jelenti, hogy földi, evilági. A lélek pedig azt jelenti, hogy a kinyilatkoztatás, a szent lélek hatása alatt való gondolkodás. Tehát itt nem arról van szó, amint szeretnek csámcsogni, ugye, hogy hát, mintha a kereszténységnek ez lenne a komplexus, hogy a nemiség, a test kívánalma, és hát a lelkizés, stb. A kereszténység nem lelkizés, hanem a szent lélek hatása alatt folytatott testi élet is. Hanem az a világi bölcsesség, amely megmarad bezártan ebbe az univerzumban, ez a fajta felfogás még bennünk van, de már a Szentlélektől megtanultuk, hogy kicsoda az Isten, és mi a szabadság, és kicsoda Krisztus, és mi az ember, és ez harcol bennünk. És ezért néha a tíz parancsolat ránk nehezedik, pedig a keresztény a tíz parancsolat fölött van, az a zsidóké. Akkor érvényes ránk, ha megkísértetünk, de a keresztény élet nem a tíz parancsolat erőterébe való vergődés, hanem felszabadulás egy hatalmas szeretetre. Egy Teréz anya, egy Gianna Benetta Molla, egy Szent Ferenc, egy boldog második János Pál pápa, egy Szent Erzsébet, egy Szent Margit. Hát ezek felszabadult emberek. Nem tudnak már gyalázatos bűnöket elkövetni. Ettől szabadult fel. Krisztus adta meg a szabadságot. Azzal, hogy ő rést ütött a világon, látjuk Istent, aki Szent Háromság, és látjuk az embert, aki az ő képmása. És erről a felismerésről, hogy közel vannak már szenvedése és megdicsőülésének napjai,
Az, hogy kicsoda Jézus, ebből még a jövőt is látjuk. Pilinszky valahogy úgy mondja, hogy jövőről nem sokat tudok. De az a nap mezítelenségünk fölmagasztaltatása lesz. Miért tudjuk a jövőt? Részleteiben nem. Mert a jövő megtörtént. Ahogy Jézus föltámadt, ő nem jött vissza a földre, hogy újra meg kelljen halnia. Hanem bemutatta, hogy a testnek is, az anyagnak is van új állapota. Ő a mi jövőnk. Ez a hatalmas istenes emberi dráma játszódik le a misében. Az Úr felmutatásban mi, akik tudjuk, hogy jelen van a föltámadt Krisztus a kenyér és a bor színében, az Úr felmutatás az a magas hegy, ahol felmegy a keresztény lélek, ahol megismeri Istent, aki emberré lett, értünk, kint halál szenvedett, de megdicsült, föltámadt, aki az Atya gyermekeivé tett minket, a Szent Lelket kiárasztva a szívünkbe, és az Úr felmutatás pillanatában ezen a magas hegycsúcson látjuk jól, hogy mi vagyok én, mi az ember, mi a történelem. De ez egy látás. Jézus nem azt mondta, én vagyok a világ magyarázata, hanem a világ világossága. Vettétek a világosságot, találkoztatok most azzal, akit már szerettek és ismertek, ne legyen bennetek ez a világosság sötétségé. Mindent innét nézzetek, a hétköznapi dolgokat is, a csendet, a vidékiséget, egy fejfájás elviselését, egy rossz szót, mindent, mindent megvilágít. Minél inkább távolodunk ettől a hegytől, annál inkább zavaros minden. Mint ha azt mondhatnánk Istennek szinte káromkodó szóval, Atyám, te azt mondtad, hogy minden, amit alkottál, az jó. Ne haragudj, mintha semmi se lenne jó. Minél távolabb vagyunk az ostjától és a kehelytől, az áldozás szentséges pillanataitól, annál inkább összezavarodunk. Minél inkább közeledünk, annál inkább látjuk, hogy minden a helyén van. Talán még a bűn is. Akkor, ha megbánták. Ez jelenti, hogy közel voltak már szenvedésének és megdicsőlésének napjai. Azért írják ezt be, mert onnét visszafelé hallgatják Jézus szavait újra, és nézik az ő életét, és borulnak le előtte. Amen.